Őtök is sikert, kedves bajtársak! Ez a Gavel Game Channel, kaptam a szolgálatra jelentkezem, és hát a mai nap folyamán ismételten itt vagyunk a kis marsi bázisunkon. Ugye az előzőekben megoldottuk az áram problémát, illetve felépítettük a nagy biodómot. És hát a mai napon el kéne menjünk ugye felfedezni még a maradék recepteket, amiket még ugye nem találtunk meg, van itt még a... Ja, meg is nézzük, hogy mik vannak, amikre ugye még szükségünk lehet. Hát, hogy itt szépen összeszedegettük ugye a biodómot meg ezeket, tehát, hogy itt elég sok mindent össze tudtunk szedni, sőt, úgy látom, pontokat is tudunk majd elosztani. Itt van még itt igen, amit nem fejlesztettünk ki. Az elektronikánál, ami ugye nagyon fontos lenne, ez az automata tisztító. Azt hiszem, hogy ennél található. Nem ennél. Mindegy, szóval itt még itt van az nagy antenna, arra még szükségünk lenne, hogy ezt meg tudjuk építeni, meg lehet, hogy ez a kilopower-es történet. Ugye ez is még kellene a blueprint. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit tud nekünk összehozni. Itt azt hiszem, hogy elég sok mindent megcsináltunk, a meteor védelem az, ami nincs. Meg a bányák. Ezeket is majd azért meg kellene nézni, hogy ezek hogyan működnek, de viszont ahhoz tényleg el kell menni, hogy megtalál. Mondjuk ezeket ki is tudjuk fejleszteni. Ezekhez meg is van a pontunk. Itt a launchpad. Hogy hát, hogy igen, a kilövőpadhoz viszont elég sok minden kell. Jó, hát itt, ugye, itt meg aztán nagyon sok minden tudnánk pontot tenni. És itt van az, ami főleg nekünk kellene. Itt a heavy suite, ugye ez is jó lenne, hogyha meg lenne. Még be van az automata tisztító rendszer, biztos, hogy nem itt. Itt, aha, ez kell nekünk. Akkor csak itt lesz az elektronikába, tehát főleg az elektronikába kellene nekünk valamit tenni, hogy jó legyen. Itt ugye szinte majd minden mindent föl tudunk oldani. A mechanikába. Ez kell nekünk, ez az asztal. Jó. Ez biztos, hogy kell. Mechanics, technology access level increased. Úgy nincs meg a jetpack se, úgyhogy arra is rávehetünk. Hát ez annyira nem izgat. A welder. Ja. Igen, itt az elektronikában ugye nincsenek meg a... Ez a három. Ezt jó lenne megszerezni. Amúgy az elektronikából állunk szerintem a leges legjobban. Ez botanika. És akkor nézzük itt a materiáloknál, mit tudunk feloldani. Ez biztos, hogy fel tudjuk. Materials, technology access level increased. Meg ezt is. Materials, technology access level increased. Miner container rámpa. Aha. Ez is elég jól áll amúgy kioldás szempontjából. Hát, hogy az elektronika akkor az, ami még nincs meg. Materials, technology access level increased. Itt meg úgy össze kell szedjük ezeket. Meg, hát itt még egy blueprint hiányzik. Jó. Ezt mondja, hogy fogyál a felszerelés. Mindjárt, hogy jó lenne följavítani, hoppá. Kaja van-e nálunk? Van. Oxigén.
Ezeket betesszük a helyére. Nem erre kell jönni. Itt ezt kicseréljük. Annyi nyersanyagot szerintem tudunk összeszedni, hogy kellő mennyiségben jók leszünk. Az ezeket már le tudnánk aratni. Ezt meg szerintem át kéne ültessük, igen, a biodomba. Hatásosan növekedjen, ezt kitesszük. Ezt vissza. Ezeket meg bedobáljuk ide. Nem sokat adott tudja hozzá. Elvileg minden jól van beállítva szerintem. Igen, mondjuk jobb lett volna, hogyha ezt a dómot töltjük föl, nem a másikat. Ez egy picit így messzebb van. Na most már mindegy. Majd feltöltjük ezt is fákkal, csak legyenek itt meg. Ahó, szépen növöget itt minden. Nagyon jó. De nem tudunk betenni semmit. Ekkora nagy káposzta lesz már. Az igen. Ez komoly. Itt megnő a fa. Nézzük, hogy minden jól van-e beállítva, igen. És akkor elvileg itt hagyhatjuk nyugodtan a bázist. Ugye az áram az teljes mértékben jól áll. Mondjuk fontos az, hogy ezek meg legyenek javítva. Tehát addig ne induljunk el, míg ezek nincsenek följavítva. Ezek 100%-os a többi, de ja, megnézzük. Ha más nem, elindulunk és létrehozunk egy kis bázist. Kábelek vannak, hát ezekből van valamennyi, de ugye ezeket tudunk összeszedni, hogyha úgy van. Ez nem annyira gáz. Az a lényeg, hogy ezek legyenek teljesen följavítva. Még napelemünk is van, úgyhogy tudunk letenni egy kis bázist, mint ahogy amoda is tettünk ugye éjszakra. Most szerintem délnek indulunk meg. Ugye amúgy egész jó a bázis, hogy el van osztva 200-200-ra. Water refilled. Oké, ezt is feltöltöttük. Ezek itt növögetnek. Paradicsomot azt viszont ki kéne ültetni. Igen, a paradicsomot ki kéne ültetni. De ezt még gyors megcsináljuk. Ó, hogy a... Nem tudom, csak a paradicsomot fölvenni. Na, most csak a krumplit vette föl alulra. Aha. Na, várjunk, mert ezt... Meg kell állítsam, hogy fullon legyen mindegyik.
Na szóval még egyszer. Jó. Megint a krumplit vette föl, haló. Miért a krumplit veszi föl? Leszüreteltük akkor. Ja, na még egyszer, igen. Ez tele van. Meg ezt a izét teszi ki egyből. Hydroculture issue detected. Így. Inventory. Oké, ez megvan. És itt pedig beállítjuk, hogy jó legyen. Oké, ezt bedobjuk, ezt visszük, mert ez kell. Kukoricából van elég sok. Ezt betesszük a helyére. Ezek meg még növögetnek, jó. Hát van egy kevés burgonyánk. Nem erre. Ezeket a rosszakat ide kitesszük. Szerintem azt hiszem, hogy ezeket le lehet majd darálni. És ezzel fogunk menni. Nem nekem kell Night Vision. Várjunk, hova menjünk először? Ha, itt van itt két bázis, vagy több bázis rész is, ami sérült. Ezeket meg kell javítsuk. Ja. Azt mondja, hogy szerintem itt már voltunk. Azért teszünk egy pöttyöt. Szerintem egy ilyen 3000 métert, egy ilyen 3000 kilométert azért el kell kocsikázzunk. Egy plusz víz az van nálunk, plusz kaja van nálunk. Ennél szerintem voltam már. Ennél a bázisnál. Hát itt maximum lebontani tudunk egy-két dolgot, hogy legyen nálunk nyersanyag. Én szerintem ennél már voltam.
Igen, itt már voltunk. Nincsen semmi. Ilyen kapcsolók meg ilyesmi, de hát az... Szerintem tudunk egy picit bontogatni. Az elektronika meg ilyesmi jöjjön, és akkor tudunk építeni majd egy bázist. Nézzük csak. Annál is voltam, úgyhogy valahol ide kéne lejönni. Körülbelül. Nem tudom, mekkora területet lehet amúgy bejárni. Szerintem baromi nagyot. Jól emlékszem, ez a keleti rész, ami ilyen nagyon gázos, ilyen hegyvidékes. Északra meg délre egész jól el lehet menni. Úgy sok a napelem. Igen, szerintem itt is biztos voltam. Nem tuti. Ezekből viszont bontunk le, mert ezek jók lesznek. Ugye adják ugye a szolárcellát, és akkor amúgy, ahogy kialakítjuk a kisbázist, akkor... Nekünk jók lesznek a szolárcellái. Motort is adnak, úgyhogy... Úgyse nagyon bontogattunk le épületeket, de mindent inkább kibányáztunk. Ez egy palack. Ezeket is elbontjuk szépen. Aluminium plate.
Oké, egy kis nyersanyag legalább jött. Mondjuk az jó lenne, hogyha nálunk is meg lehetne így csinálni. Hogy ilyen csöveket teszel le. Ez jobban néz neki. Ezt még elbontjuk, azt megyünk. Aránylag azért, mert vannak nálunk cuccok. Gyerünk tovább. Ugye azért, hogy amúgy az a kis napelemben valamennyit tölt magán ez az autó. Elég nagy bázis van ott azért. Hoppá. Van egy kis döci-döci. Egy barlang. Na itt már azért lehet valami. Garázs. Be se tudunk menni? Hol a bejárat? Csak itt. Ez jól jött, ez kellni fog. Kaja. Ez ilyen régi old school bázis. Még egy kis kaja. Hol lehet vajon a tablet? Ott lent. Egy kis cső, egy kis motor. Steel plate. Aluminium plate. Ja. Small circuit. Egy földgömbbe.
Nem rossz, csak az a kérdés, hogy hol van a tablet. Viszont ki lehet esni, ez nem jó. Ott mutatja lent. Akkor ez a bázis alatt lesz szerintem. Ránk esteledik. Nézzük, mit kaptunk. Yes. Big plant. Oké. Okay. Ami nem erre volt szükségünk, de legyen. Tehát ennek is megvan most már a blueprintje. Nagyon jó. Száz méter van a legközelebbi, az nagyon messze van. Jó szépen tovább, eszünk egyet. A lámpa. Ebbe. Hát nem sokat segített, de... Oké, felfedezünk egy új régiót. Még fel is borultunk mellé. Jöttünk. Kukorica. Ó, az ilyen circuit boardos terület. Úgy néz ki. Eléggé tele van izékkel, a laplapokkal. Főleg a... tablet kéne. Glass volt. Ott van lent a tablet. Oké, okay, megvan. Jó, hát szerintem amit kellett összeszedtünk. Egy kis kábel, sose baj, ha van.
Oké. Okay. 153 méterre múlva van víz. Ez nagyon jó. Akkor ide fogunk költözni. Kis bázissal. De megépítjük a déli kis bázist. Szerintem ez lesz az a terület. Aha. Hogy itt van víz. Jó, akkor kell nekünk mindent kinyissunk. Kelleni fog a víz. Mennyire lesz ez itt effektív? Valamennyire. Kell, azt mondja a túlélő kabin. Ez. Így. És akkor ehhez viszont kelleni fog nekünk energia. Mégpedig, hogyha energia kell, akkor azt pedig nem sajnáljuk. Nem, kettőnek elégnek kell legyen. Arra, hogy kell egy. Ilyen is. Ide kelleni fog egy aksi park. Ja. Okay. Az így ezek most nem sokat fognak termelni nekünk.
Picit túlméretezzük ezt a bázisnak az akupakját. Ennyi azért nem kellene ide, de biztos, ami biztos alapon. Suit power 75%. Jó. Bár azon gondolkodok, hogy lehet, hogy le kéne tenni még egy elosztót. És akkor tudnánk a kocsit is tölteni éjszaka. Ezt 84-et át fog küldeni ide. Sőt, akkor még tudnánk a vízhez is vinni a akkumulátor. Ja, kellene még egy elosztó. És akkor tényleg tudnánk a kocsit is tölteni. Oxygen 75%. Jó. Not enough materials. Mi nincs? Elektronika. Aha. Hagytuk a kocsit. Kocsi, amoda. Szerintem még egy kis elektronikát. Addigra szerintem föl kell a nap. Ez itt elkezd nekünk termelni. Mert meg majd megnézzük nappal azt a tabletet, hogy mi a helyzet. Hát itt nem sok elektronika lesz, ahogy nézem. Jött ki belőle azért egy... Ez is alma, ezt el kéne vigyük. Oké. Okay. Azt gyorsan felépítjük. Mi most már termelnek a napelemek. Viszont az egészet itt el kéne bontani. Ú, ott voltak napelemek. Ezeket kellett volna lebontani, abban több elektronika lett volna.
Igen, és akkor ezt át kell kössük ide. Így. Meg ugye a kocsihoz is kellene egy darab kábelt vinni. És akkor itt beállítjuk, hogy ha majd 15 kell, ide 5, ide meg itt mennyi a 30. Itt meg ugye 84-et. Na, mégis a 800 is jó. Így ezt meg tolja ki. Csak amit nem használunk fel, ugye azt elraktározza. Hát még tudnánk ide csinálni egy oxigén termelőt is. Se lenne rossz. Csak azt szerintem elektronika fog kelleni, igen, 3 darab. És még 2, úgyhogy vissza kell menjünk lebontani ezeket a napelemeket. Nincs. Jó, leoldódott, oké. Okay. Plusz kaját, ilyesmit azt tudunk magunkkal hozni. Itt a probléma az a vízzel, hogy víz az mindig legyen nálunk. Ezeket még gyors lebontjuk. Még nincs hangja a flexnek. adjál már elektronikát, halló? Egyet adott csak, az nem jó. Még egy kéne, ott van, jó van. Oké. Okay. Az úgyse adna elektronikát. De adott egyet, jó. És akkor elvileg így termeljük az oxigént is. Tehát jön a víz is, meg az oxigén is. 20 liter víz van. Fel tudjuk magunkat tölteni. Ha? Az oxigén, ez kéne tartály. Akkor. Szerintem nem biztos, hogy ide fogom tudni tenni. De. Aluminium plate hiányzik. Nem mondod, hogy csak szilikon van itt, most szivatsz, ugye? Aluminium.
Nem ezt akartam, hanem ezt kajálni egyet. External pressure dropping. Aluminium plate. External pressure dropping. Jó. Kösz. Minden más azért van. Oké, és viszont már termel oxigént is. Ugye? Igen. Termelni fog oxigént is. Oké. Szuper. Van víz, van oxigén. Áramot is fel tudjuk tölteni, hogyha úgy van a ruhába. És akkor ezt itt be kéne jelöljük, mint... Így, mint déli kis bázis. Na, és akkor van egy déli kis bázisunk. Ezt eltüntetjük innen, jó? Meg ezt is el tudjuk innen tüntetni most már, és akkor itt tudunk felfedezgetni. Ugye itt az eredeti bázis, itt a nagy bázis, itt meg északon itt van a az északi kis bázisunk. Akkor így szépen tudunk felfedezgetni, meg mindent megcsinálni. Megnézzük még tényleg ezt a cuccot. Médium antenna, nagyon jó. Alakul. De még az oxigént is be kell majd kötni. Ezt elfelejtettem. Így. Elvileg lenni kéne oxigénnek ide bent, vagyis nőnie kéne az oxigénnek. Na mindegy, srácok, innen fogjuk folytatni ugye a kis felfedezést. Most így eddig jutottunk, legalább így a déli kis bázist kiépítettük, meg azért két, hogy hívják, ott találtunk. Azért vannak még itt a környéken 1, 2, 3, 4, tehát elég sok bázis van, amit meg tudunk nézni. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, külön köszönhet ugye a csatornatagoknak a támogatásért, illetve minden megtekintésért és lájkért, és akkor találkozunk legközelebb, és addig is jók lehetek. Halljali, sziasztok!